Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Két Pontos Kísértet. Ebben az epizódban Nyíregyházára, a Tigrisek hazájába kalauzoljuk Önöket, tartsanak velünk! Gődin György vagyok, a Nyíregyháza Tigers játékosa. A gyógyszerészként végeztem, ez lett a szakmám, ez lett a hivatásom. És itt mondják, hogy van egy kontrasz, hogy ha rám néznek, nem jut eszébe senkinek se arra, hogy én gyógyszerész vagyok. A gyógyszerész az ilyen szemüveges, mondom, nem kell nekem sztereotípiák, mondom, az emberek milliófélék, millióféle foglalkozást és hivatást választhatnak, és mellette millióféle hobbit. És nekem ez a szenvedélyem a sport. Tehát az amerikai futball mellett a súzós, ez is testépítés, korábban kosárlabdáztunk, megyebajnokságot játszottunk, és szerintem ezek a dolgok olyan szempontból egészítik ki egymást, az ember, amilyen a munkája, egy más dologban szeretné kikapcsolódni. Tulajdonképpen egyetemen találkoztam az egész súzós edzéssel legelőször, ez még 1985. Akkor így levitt egy haverom, aki ilyen egész jó állapotba jött egyetemre, és akkor levitt minket a konditerembe, és tudott egy-két dolgot. Annak kezdődik az egész testépítés. De igazán a versenyzés és az amerikai foci az valahogy így közösen bontogatta a szárnyait nálam. Mert ahogy jött a foci, meg jöttünk kondiba, rengeteg kondiedzésen voltunk. Rengeteg ilyen erőnléti tréning volt, azon kívül, hogy pályán is dolgoztunk. És arra voltam kíváncsi egyszer csak 2009-ben, hogy ha ezt a tömeget egy kicsit letakarítanánk, ezt a zsírt, ezt a fölösleges borítást az emberről leszednénk, lenne alatta valami. Valami olyan fizikum, amivel mondjuk színpadra lehet állni. Testépítésben kétszeres Masters magyar bajnok vagyok, meg voltam Masters VB-n hetedik. Fiatalok között is indulok, tehát a 20 évesek között, ott ilyen tisztakupa negyedik helyek jöttek össze. És utoljára harmadik voltam a Fit parádén, meg előtte második. Próbálkozom, tehát úgy vagyok vele, hogy ne csak a korosztályos megméretetésebben legyek, hanem legyek olyan tökös gyerek, hogy odaállok a fiatalok mellé is. Látod, én háromszor mondtam, hogy szögreakasztom a cipőmet, és egyszerűen nem tudom, mert annyira szeretem a játékot, annyira szeretem ezt a csapatjellegű egymásra utaltságot, ami van. Hát, ebben ezt a stratégiát, hogy ki mit húz, mit lép, mit tudsz olvasni, ki tudsz elépni rá, megtartod el az őrgét, valamit, egy szerelést összetudsz-e eszkámbálni ott a környékeden, ez nagyon, nagyon motivál, hogy a többiek mekkora lukat tudnak csinálni, milyen szitu van, tehát minden egyes play teljesen, mert soha életemben nem volt két egyforma play-be része. A régi legenda szerint ez úgy történt, hogy a televízióban látunk egy-két közvetítést, és akkor ahogy 2005-ben így összefújt bennünket a szél egy ilyen rozzant, lepukkant, használaton kívül focipályán, néhány embert, aki úgy döntött, hogy talán kellene ezzel foglalkozni kicsit jobban, mert nagyon tetszik nekünk, mert olyan ügyesek a téve, hát mi is lehetünk egy picit ügyesek, és nagyon tetszettünk ez a játék. Ez most egy bevásárló központnak volt a helyén, mert azóta lebontották, és ott összegyűltünk egy pár, és megbeszéltük, hogy
x nap múlva egy étterembe leülünk, és összeoldjuk ezt az egész foci bizniszt, vagy egyesületet, vagy tevékenységet, vagy valamit. Ott leültünk, ott már mindenki tudta, hogy milyen poszton akar játszani. Volt, hogy ez hogy megy az a játék, és hogy milyen posztok vannak, mindenki köpte, vágta, hogy mi újság. És akkor elkezdtünk ilyen teljesen amatőr szinten dolgozni. Mennyi ideig? Hát kb. Egy fél év volt, amíg ilyen szerelések nélkül edzegettünk. Ilyen teljesen kezdetleges protektorokkal ott rohangáltunk, csúszott a cipő, nem volt egy stoplis se. És azt lehet tanni az elszántságunkról, hogy karácsony napján is, 24-én még délelőtt volt edzés, volt a mínusz 13 fok, és ugyanúgy szilveszter napján is hóba, nyakig, sárba ott voltunk. Abból a bandából négyen vagyunk jelen a tárgyászban még mindig. Többiek azok folyamatosan kicserélődtek. Tehát innen legyen a 2005 őszétől datálható a Nyíregyháza Tigers. Az a tervem, hogy a tatus rekordját megdöntsem, tehát hogy még 52 évesen is pályára lépek jövőre. Most 51 múltam, és ugye ezzel beállítottam az övét, mert ő is 51 évesen. De mondták, hogy ő akkor HFL-t nyert, úgyhogy nagyon fölkeszélje magát a csapat. Hogy ez tényleg ugyanígy történjen. Az elő szólna a gyerekek, hogy örülünk annak, hogy egy olyan sport részesei lehetünk, ami előre visz bennünket. Amitől jobban érezzük magunkat mentálisan, jobban kikapcsolódunk és szeretjük. Másképp szállsz a melóthoz, másképp állsz a saját életedhez. Szóval dobrata. A sport egyébként mindenképpen hasznos. Ilyen tekintetben. Ne add föl sose. És hogy a csapatjáték, mennyiben másabb az egyéni sport, mint a csapatjáték. Tehát ott van melletted a csapattársad és segít. És ott van, és szól, és résem van, és segít, egy blogba besegít, tehát ez a buli, hogy egymást támogatjuk. Szerintem az amerikai futball játékosok, edzők az egy család Magyarországon. Tehát üthetjük egymást meccsen orva szájba, de ahogy annak idején Karintól is tanulták, és Pápa Szabi is mesélte nekem, hogy meccs közben nincs móka, majd a gipszerőben megizunk egy sört, érted? De utána haverok vagyunk, tehát nem ellenségek vagyunk. Játszunk, próbáljuk a másiknak az eszén túljárni, próbálunk bizonyos pléket megetetni, próbálunk kemény blokkokat odaadni, mert férfős játék, de utána csak egy banda vagyunk. Előző top 10 szavazásunk győztese a Fehérvár Entroners hatalmas blokkja, nyereményjátékunk győztese pedig Szenci Rihár lett, nyereménye egy darab páros belépő a 11. Hungarian Bowl-ra. Lássuk a legújabb top 10-es videókat! Hop into the whip, keep driving. Up into the nighttime riding. Let you with the keys when the sun starts rising. Riding in the whip that I found, we in the back streets, running from the blue lights, blowing past the cameras, trying to find an angle we could hang with that'll help us disappear. Pedal to the floor, fuck the piggies in the rear view. Bars getting near too, cutting out the frame, we kill the lights and disappear into the maze. Circus getting closer when they think we can't hide, off into the sticks and we impossible to find. Cooling in the whip that I found, we in the back seat, chilling in the moonlight, looking for my camera, trying to find an angle we could hang with when the choppers reappear. Kick it into fifth, off the spinners in the rear view. Spotters getting near too, running from the blaze. All the sirens singing sermons for the chase. Cliff is getting closer, there's a cop on each side. Step into the brakes and watch two pigs fly. Lie low, slow down time, kid. Hop into the whip, keep driving. Off into the nighttime riding. Ditch it with the keys when the sun starts rising. Low, slow down time, kid. Hop into the whip, keep driving. Up into the nighttime riding. Let you with the keys when the sun starts rising. Just can't see no way for us to stay the same. You're never complete, man. So fuck the games you play, homeboy. I
Szavazatok kedvencetekre a www.2pontoskísértetkukac.gmail.com-on vagy a facebook.com/jóképűek oldalunkon. Ne menjetek sehová, a reklám után folytatjuk. Reason I like football, it's a lot of things. The brotherhood of it. I wouldn't be here if it wasn't for football. You know, and just the speed of the game. It takes a lot of talent. Just put that helmet on and go out there and get the ball, run some people over, give some stiff arms, score touchdowns, show my speed. That's what all the hard work is for in the offseason. So you can go out there and do your best. Hey, my name's Daryl Tate. These are my teammates. Wide receiver Jamar Dowles from Fayetteville, North Carolina. Cornerback Caesar Harris from Memphis, Tennessee. Nyíregyháza is a smaller city. I was in Budapest last year, but and Budapest was amazing, but it's just the experience itself is, man, I'm over here, I get to travel the whole world and see new places that I haven't seen before. I came from a small city back in Tennessee, Alcoa, Tennessee, where, you know, it was just as small, but not really much was going on. So, you know, it's a dream to get out of your comfort zone and come overseas, see new things, meet new people. I mean, I've met some of the greatest people I've ever met. Met my fiance in Serbia during my first year. It's just crazy, you know. You never would think that something like that would happen, you know. Go overseas playing football, meet the love of your life, and, you know, even start a company. I got my own company, Pro Hunt, right now. Signing athletes to teams in Austria, Germany, Hungary, Serbia, Poland. It's crazy, you know. And, you know, I just want to help as many others get the same opportunity that I had. I've been wanting to play professional football for as long as I can remember. You know, just growing up, being in a small city, football was very, very, very popular. I went to a football town, won lots of state championships. You could have all the help in the world, but, you know, if you don't have the right connections, you probably won't get anywhere. I've been so many places. I've trained with so many trainers. There's a lot of people who started out from the same spot I was at, but, you know, they just gave up. Because, you know, they just don't have it in them anymore. They just ran out of opportunities. You just gotta try as many things as you can. Don't leave any stone unturned. Do whatever it takes to get where you wanna be. Hell, I snuck into a professional facility. I snuck into the Tampa Bay Buccaneers practice facility trying to get an opportunity to talk to some coaches and get my way into the NFL somehow. You know, I kind of show the guys a little more way to be, you know, a little more of the professional side of things. Getting sponsors for yourself. Creating new avenues, connecting with others, just building, you know, marketing yourself
as a professional athlete. I mean, there's a lot of things that I'm learning currently while I'm out here, but you know, I'm teaching things to them as well. But you learn something new every day. It's very cliche, but you really learn something new every day. Yeah, I guess the language I haven't learned yet, Kerem Vigazinuk, Hazarto Gzadinuk. But I know some Serbian as well because my fiance, she's Serbian. She's been teaching me some things. But, you know, it's a great experience out here. I mean, I wouldn't change it for anything. And once I do get to the NFL, my story is just going to be even better because of the hard road that I took to get there. You know, I've been told no a lot of times when it comes to, you know, when it comes to getting the opportunity. But that just makes me the person I am. That just makes my story even greater. Szerintem nagyon pozitív embere a csapatnak. Én azt gondolom, hogy tavaly is nem véletlen volt, hogy meg akartuk szerezni. Végül is nem jött össze, és idén hozzánk csatlakozott, és ez minden tekintetben meglátszik a csapat fejlődésén. Szakmailag is sokat tud hozzátenni a játékhoz, de emberileg is azokat a plusz dolgokat, azokat a motivációs dolgokat hozza magával, ami ahhoz kell, hogy még egységesebben működjön ez a projektcsapat, amit összeraktunk. Nem titok, egy nagyon fontos része ennek a projektnek, és nagyon bízom benne, hogy ő is hasonlóan érzi magát Nyíregyházán, hasonlóan pozitívan gondolkodik rólunk is, mert sokkal inkább barát és családias itt a hangulat, mint szakmai. At the beginning of this year, my little sister died of cancer. And, you know, it was a tough time, but it was great how she inspired others while, you know, before she left. But, you know, that's an even bigger reason for me to grind hard and, you know, accomplish my goals because, you know, I'm starting to dedicate this to her as well. I wear this every day. Wear it during my games just to, you know, I know she's watching, looking down on me, smiling every time I score, but it means a lot to me to wear this, and it just makes me more passionate, you know, for Hannah. Football, my goal football, of course, is to try to get another shot at the NFL. You know, at the same time, I'm blessed with the opportunities that I've been given to play football overseas and just continue to still play, because the worst thing an athlete can do is just sit there and train the whole year and not have no type of film for coaches and scouts to look at. You have to be mentally tough because you're gonna fail no matter what you do in life, but can't let that stop you, you know. You just gotta continue to keep going, stay disciplined, have a great work ethic, because they can't take the work ethic away from you, you know. So just stay at it. As far as inspiration, you know, that's my mama and daddy, of course, you know. Hard-working parents, you know, my dad was in the military for 26 and a half years, and so pretty much had to learn a lot of responsibility at an early age, but it inspired me to stay focused and everything. My right-hand man, you know, he passed away, Kevin Bradley. You know, my cousin Mark Salazar, my homeboy Jesse Edens, you know, all three of them passed away. They really inspired me because they had an impact on my life as far as attitude and work ethic and, you know, just great people around and kept pushing me when they was living. So that's pretty much who, you know, really, really inspires me as far as football. Football, what you can learn from it in life is to never give up, you know, no matter how hard it is, no matter where you're at, just continue to keep going. It also teaches you too, like, to have
more than one, you know, plan. So just in case plan A don't work, you know, don't stress or don't get nervous or whatever, you still got plan B through Z that you can work through and teach you to go through obstacles. You know, it's not gonna be easy, but nothing in life is easy. If it was, everybody be doing the same thing. So that's pretty much it. Ring in Arena 2012 with K for Hero. Shout out to Coach Gunnis. You know, great coach took me in and won a ring. And outside of that, like my first time playing overseas was last year. Here in Nidikas, So it's been a good ride. You know, I'm still going for it. Thank God that I'm still healthy, you know, able to not have any many injuries or anything like that, and able to continue to keep going and steady get better and better every day. Well, those people that don't think it can happen, I promise you it can happen, man. I went from not even knowing I was going to college to play football to even going overseas. I've seen some stuff I thought I've never seen before. Don't give up on it. Don't ever set yourself short. I went from working two jobs at the college, man, back to back. Wake up at 6 in the morning, go to one job, go work out right after that job, and take a nap, go back to my second job. But I did it repetitively. I never didn't miss the big point that I wanted to make, you know, because I wanted to keep playing football, and I never lost that sight. People lose sight of their biggest dream. Finally get to play overseas, you know, it was a road to get here, but I think in the long run it helped me out. My experiences in Hungary have been great. I met plenty of amazing people that I probably would never thought of meeting in my life. And just getting this opportunity to play, keep playing, it was a blessing, you know. I met the teammates I had were incredible. The other imports are incredible. And we all strive for the same thing, so you know, it's actually giving me a different push to even get to a higher level of playing. Even if it's a higher level overseas, even with my size, I believe I can play in the NFL, even in Canadian League, so. That's just something that football has taught me. It's taught me to be obedient, taught me to be patient, taught me to be hardworking and never give up. And those things have led me through life, basically. If it wasn't for those things, I wouldn't know what I'd be doing right now. So, you know, those things helped me a lot in life. I think so. The people that inspire me most in football probably be my dad, football-wise, because I seen him get up and go to work without an excuse or anything in the world. That's basically what drives me to keep playing football. Because if he can't give an excuse for even going to work from 4 a.m. in the morning to about 5 in the afternoon, I shouldn't give an excuse to get up and work hard every day. My mother, on the other side of life-wise, she taught me that football is going to teach me way more about myself. You'll learn more about yourself playing sports than you ever would think. I learned a lot about myself playing football. She gave me that idea, and once I ran with it, you know, it was great. My grandmother doesn't like me playing football that much because of my size, but I tell her, like, at the end of the day, my dad always taught me it ain't about your size, it's about your heart at the end of the day. So that's why I strive my abilities on. I never see myself as downplaying anybody. I don't care if you're 6'4", 225, probably can move a rock. Doesn't bother me. I'm still gonna take you on like you're my size. So, you know, I feel those people in my life just motivate me to go and get better and better every day. So. További videókért látogassátok meg a www.facebook.com/jóképűek oldalt, valamint további érdekes hírekért érdemes meglátogatni a Magyar-Amerikai Futballszövetség Facebook oldalát is. Így többek között megtudhatjátok, ki volt az elmúlt hét legjobb játékosa. A Divízió 2-ben Kondorosi Attila, a Divízió 1-ben Sípos Attila, a Select HFL-ben pedig Cseperkáló Péter lettek a legjobbak.